Szakközépiskola szalagavató ünnepségén, melyet a 11. évfolyamosok ránca nyitott meg. Külön köszöntjük meghívott vendégeinket, Horváth Évát, a Kossuth Lajos gimnázium igazgatónőjét, Horváthné Szemelics Katalint és Nyitrai József urat Moson-Magyaróvár város önkormányzatának képviseletében, valamint dr. Max Zoltánt, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának bizottsági tagját, a Móra iskola igazgatóját, és Papné Nagy Csillát, a szülői közösség elnökét. Az élet egy lánc, melynek minden szeme új üdvösséget ad. Igen, ilyen láncem a mai nap is. A láncemek között vannak fényes szemek, szép emlékek, megőrzésre méltó emlékek, és elhalványult szemek egyaránt. A mai nap különös fénnyel ragyog, hiszen a szalagavató jelentős esemény minden bolyai és diák életében. Márai Sándor szavait idézve.
Ha az ünnep elérkezik életedbe, akkor ünnepelj egészen. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Nem sok kell az emberi ünnephez. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel. Kedves végzős diákok! Gondolom az elmúlt napokban a szabadalmatok közelettével sokat gondoltatok a múltra, és talán még többet a jövőre. A jövő kérdésekkel teli és bizonytalan, ám a múlt sok szép emléket rejt. Ugye nem is volt olyan rossz bója is nap lenni. 4 évvel ezelőtt még félbe léptetek be ebbe az új, számotokra még idegen világba. Aztán az idő múlásával a sok idegen arc osztályközösségé alakult, hiszen a sok közös emlék összekovácsolt benneteket. Hogy mi minden történik 4 év alatt egy bolyai és diák életében? Most pedig nézzük számotokra. De jóságoség! Már azt hittem elaludtam. Pedig ez az első napom bolyai van. De hál' Isten ráérek még, úgyis csak 8-kor kezdődik a tanítás. Az első nap úgy sem szól rám senki. Na nézzük az órarendet. Első óra, testnevelés. Ó, hát ezt az új óvfolyam tartja. Ez az első óra. Biztos csak beszélgetünk, ismerkedünk, nem is viszek felszerelést. Hogy is hívják? Valami Kati néni, azt hiszem. Második óra, magyar irodalom. Hát erre meg minek egy könyv? A szöveggyűjteményt inkább itt hagyom. Ja, persze, egy füzet is kell. Még úgy spirál. Jó lesz a tavalyról megmaradt füzetecske. Igaz, a lapok felét kitéptem már, de jó lesz erre az évre. Magyarban különben is jó vagyok. Még mindig tudom fejből a tordiból az előhangot. Talpra magyar, írva haza! Ezt elmondom az első órán, és megmaradom az érettségig. Aztán lesz még informatika alapismeretek, az jó. Ott úgy sem csinálunk semmit, csak játszunk, ha nem viszek felszerelést. A többi órát meg nem létezik, hogy megtartják az első napon. Kaja sem kell, ott van a suli mellett a spár, majd szünetben kiugrok valami kajáért. Na akkor indulás, jövök bójai! Jé, mennyi gyerek? De vajon miért sértek egyre az iskolába? Hiszen még csak 3-4-8. És az a talán miért tárcsolgottatok van? Á, biztos a 9-eseket köszönti. Jó reggelt, dobos tanár úr! Elnézést a késésért, nem csörgött az óra. Mint a tegnap is ezt mondtad volna. Na ide vigyek! Ezt az egyetlen nézem neked. Egyetlen egy feltételre. Gondolatot a tanárimat, 20-as teremből egy térképet, és megkérdezett, hogy a gólyatávonat, hol hagytam a klóveremet? Jobban jársz leolgatási tudtad. Hát már másnak a nevét is megjegyeztem. Kiért? Bernát Vita, a magyar tanárban. Honnan találta ki ez a nő, hogy azt fel, aki nem hoz szöveggyűjteményt? És nem fél attól, hogy itt nem fejezzük be a tananyagot? Nézd meg! Az első órán teleírtam a füzetemet, amit erre az évre szántam.
is értem, hogy nem szokon átszünk minden verset. A történtek után már nem ismertem elmondani a verset. De a Tódiban tényleg jó vagyok. El mi a kőtyúk a jó? Ennek ez. Én is tudok elmény nevet. Kicsoda? Karcu Bárnyás, az angol tanárnak. Elvette a telefonomat, pedig én csak rápillantottam a Facebookomra. És csak szülővet járt az igazgatóiban. Jó kezdés, első nap az igazgatóiban? Ezt tudom, hogy adom be? Öregem, én ezt a sulit nem bírom ki 4 évig. Programozás során, az első mondaton kívül, hogy kapcsoljátok be a számítógépet, semmit sem értettem. De most már megéheztem. Ugorjunk ki a spárba, amikor jelj. Mégis a büfét választanám. De a hólyások élete nem csak a tanulásról szól, hanem. Szinte még el sem kezdődik a tanév, amikor az őszi nap utolsó meleg sugarait kihasználva a bólyaisok túrázni indulnak. Az itt töltött 4 év alatt. És a legnagyobb kihívás az érettségi még csak ezután következik. Az írásbeliket valahogy túléljük ugyan, de a szóbeli vizsga sokkal keményebb dió. Ezt szemtől szembe kell állnunk a hírhet érettségi bizottsággal. A vizsgázók már gyülekeznek. Mindenki másképp éli meg a vizsga előtti perceket. Van, aki még az utolsó pillanatot is fogolással tölti. Más, a belső tartalom helyett külső adottságai hangsúlyozásával próbálja meggyőzni a vizsgabizottságot. Az izgulós már harmadszor látogatja meg fél órán belül a mellékhelyiséget. És olyan is akad, aki semmit sem bíz a véletlenre. És akkor felpattan az ajtó, és te ott találod magad a bizottság előtt. Van, akinek az első perc, egyben az utolsó is. Nyugodtan vegye le a kabátját, nagyon meleg van. Így lesz egy pillanat alatt a magabiztos kiszolgáltatottá. Mások eljutnak egészen a tételhúzásig. De az ezzel járó stressz helyzetet már nem tudják feldolgozni. Vannak, akik a tanári segítségben bíznak. Mások magabiztosságukkal próbálják meggyőzni a bizottságot tudásukról. Kérem befáradni a következő vizsgázónak. Gut schon. Gut sein. Mondja csak nyugodtan magyarul, hogy jó napot. Jó izé, napot. Üljön le, kérem. Igen, elnök asszony. Hát akkor kezdjük valami egyszerűvel. Nos, fordíts el angolra a következő mondatot. A róka ellopta a sajtot. Fox? Fox. Foxy. Tania. És akkor most az, hogy sajt.
Na, hogy van az angolul? Ezt mondjuk akkor is, amikor fényképeznek minket. Meg a pixel. Nem, nem egészen, de van egy ilyen madár is. Izzi, a búgos vagyok. Ha teljesed, én azt mondom, hogy fogadjuk el a választ, jó? A fiatalember tudása önmagáért beszél, csak sajnos nem angolul. Én a magam részéről a vizsgát befejezetnek tekintem. Mindenképpen. Most, kedves fiam, hát ez mindenképpen olyan... Szép teljesítmény volt. Igen, de szeretném, hogyha tanárnővel egy kis élőbeszélt is prezentálnak. Csak a forma kedvéért. Nos, ha várjuk. Hát ezt tudom, a hóvarjú az angolok kultikus állata. Ezért is van, hogy két angol találkozik, úgy üdvözlik egymást, hogy hóvarjú. Vagy láttál-e már karon reggel hóvarjú? Hiszen tulajdonképpen a kereszt is jelenthetik. Logikusan hangzik. Megvan az érettség. Köszönöm. És ott van persze a magyar érettség is. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Neve? Halász Szilvia. Húzzon egy tétet és mondja be a címét. Azt vegye már, amit felépült. Hány év kérdezős még nem fogja sokra vinni az életben. Igen, bocsánat. Na mondja, mit tudod? Arany és Petőfi külső összehasonlítása? Úgy látom, meglepődött. Igen, meglepődtem. Nem számítottam rá, hogy arany is lesz. Pedig várható volt. Tavaly például Babis és József Attila külső összehasonlítása volt, azelőtt pedig Homérosz és Táncsics. Bocsánat, de hát Táncsics nem is volt költő. De hasonlított Madács Imrére. Kétségbe akarja vonni a hozzáértésünket? Nem, dehogy, elnézést kérek. Meg sem lepődik, mert hogy szóban kell írásbeliznie? Nem mertem. Ugye ez azért van, hogy személyesen is megismerjük az érettségiző fiatalokat, főleg azokat persze, akiknek befolyásos szüleik vannak. Elnök úr, elnézést, hogy bocsánatot kérek. Még azt szeretném kérdezni, miért külső összehasonlítása feladat. Kérem, a válaszunk kívül egyszerű. Azért, hogy a felelet értékelésében azokat állnak is észre tudnak venni, akik nem az adott szakot tanítják. Szövegítemét lehet használni? Természetesen, de csak a borítóját, azon vannak a képek. Igen, tehát akkor kezdem, jó? Tessék. Arany és Petőfi külső összehasonlítása, írásbeli érettségi felelet. Petőfinek, a szabadság költőjének, a név szeretett fiának, fél szeme, kalosz szakálla és nagy lófogai voltak. Na, adjuk egy oldalon, nincs összefirkálva? Köszönöm szépen. Hát akkor elkezdődött. Tessék. Petőfinek, a szabadság költőjének, a név szeretett fiának nem volt lába. Aztán adtam a kellő segítséget. Tudja ezen melkép? Hát általam, mert képben nem szerepel a lány. Igen, bocsánat. Na hát akkor tovább megyek. A két kép jól mutatja, hogy elefontkor és a forradalmán költők, itt Petőfi és Arany, fekete-fehér színűek voltak. Már mit kettem, csak elég látszanak a legtöbb képen, neves kutatók véleménye szerint mindkettők meg volt mindkét lábuk. Ketten együtt összesen négy lábbal dicsekedhettek. Befejezted? De. Közepes, szóljon a következőnek. Közepes? Miért? Jobbra számított? Hát a bölcsészkarra szeretnék felvételizni, és... Bekerülni oda sokkal nehezebb. Ott három költőt kell összehasonlítani, ráadásul fejből, és a nevüket sem mondják meg. A felvételőzőknek kell rájönniük, hogy kire gondolt a feladat kitalálója. Ráadásul, aki kitalálta, utólag módosíthat. Atya úristen! Tudja mi? Jó lesz a közepes. Ilyen megpróbáltatásokat kell átélni a diákjaimnak a középiskola 4 éve alatt. Aztán végre eljön a várvárt pillanat, és végre kezetekbe kapjátok az érettségi bizonyítványt. Hogy mit fogtok érezni ekkor? Nyugalmat. Emellett talán egy kis ürességet is. Miért is? Mert akkor ott megérzitek, hogy valami véget ért. Mert a bolyéról nem a dolgozatokra, az éjszakai tanulásokra, vagy a házirend betartatatlan szabályra emlékeztek majd, hanem arra, hogy itt töltöttétek fiatalságotok 4 évét. Itt találtatok igaz barátra, itt voltatok először szerelmesek, és itt értetek lázadó kamaszból felnőtté. És most eljött az idő, hogy menni kell. Ez egy rövid utazás,
tudom, voltak nehéz pillanataitok is, néha úgy éreztétek, elegetek van mindenből, és legjobb lenne feladni az egészet. De akkor szüleitek és tanáraitok mellettetek álltak, és átsegítettek a problémákon. Köszönet életi azért őket. Levél édesanyámnak. Drága anyukám, látom szemed fénye nem a megszokott, tán csak nem könnyes a szemed. Milyen rég volt, amikor először nyitottam fel a szemem, és megpillantottam a világot, emlékezz anyu. A te arcodon is ugyanilyen gyönyörű volt az a mosoly, melyet arcodra varázsolt az én első kis ügyetlen szavam, mama. Emlékszel, amikor először mentünk óvodába? Később aztán jöttek az első bizonytalan betűk, az első ötösök, és te mennyire örültél. Szárnyaid melege alatt felnőttem, egészségben, szeretetben, és még ezt a mai változó, nehéz világot is színesnek látom. A világ igen, de te nem változtál. Ugyanaz a gyöngéd, türelmes, meleg, vidám mosolyú édesanyja vagy, aki mindig voltál. Arra is megtanítottál, mindennek a hiányát el lehet viselni, csak egyet nem nélkülözhetünk, a szeretetet. A szeretet olyan, mint a levegő. Ha nincs, fuldoklunk, ha körülvesz bennünket, boldogok vagyunk, és minden bajt elviselünk. Köszönöm, anyu, hogy most is mosolyog a szemed. Jusson mindig az eszedbe. Az élet titka a szeretet. Emelkedj fel a nehéz napokon, s ne rágulj mindig a gondokon. Cselekedeteidet végezz mindig becsülettel, s ha bármilyen dolgot is művelsz, azt csinál tisztelettel. Amit jobb szó hiány szépségnek neveznek.
Műsorunk záró részében engedjétek meg, hogy útra való néhány tanácsot adjunk nektek, Márai Sándor szavait idézve. Mindenkit egy elmeszült meg, mely tovább alkot másokat. Én csak én vagyok, és senki más. S magamért csak én teszek. Aki vagy, arra légy te is büszke, mert te mindig is csak te leszel. Itt kezdődik minden el, veled, ki vagy, korlátlan, csodás emberi lény. A 12. évfolyamra. Ha megkérdeznék, hogy minden adottam-e, van elég szó, amit mondani kell, van elég szó, kimondható, ha megkérdeznék, csak annyit mondani. Köszönöm, hogy itt voltál vele, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék. Ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer
láttam már. Kérlek, segíts nekem, ha még egyszer ott lenne, simogatnád a szívem, nélkülek, ha érezhetnek, bárki mondja, el ne hidd, hiába volt a sok beszéd, a szívedbe őriz tovább, és el ne hagy senkiért. Bárki jönne, aki helyemre lép, mondd el neki, milyen szép volt anyám. A szívedbe égjen a láb, égjen a túl, még tovább. Ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már. Ha még egyszer itt lennél, simogatnám a szél.
Tisztelt meghívott vendégeink, kedves diákok, tisztelt szülők, nagyszülők, barátok, kedves kollégáim! Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat mai szalagavató ünnepélyünkön. Köszöntöm meghívott vendégeinket, köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepélyünket. Kedves diákok! A mai napon ismét egy nagyon fontos eseményhez érkeztetek. Már majdnem eltelt 12 tanév, elérkezett a felnőtté válás egyik mérföldköve. Olyan esemény ez, amely egy középiskolás életében egyszeri és megismételhetetlen. Nekünk tanároknak is mindig megható esemény a szalagavató, hiszen akkoriban mi is átértük ennek örömét, meghittségét. Egy évvel ezelőtt kikészültetek lehetesen a műsorral a tavalyi ballogó részére. Bizonyára nem gondoltátok, hogy ezzel egy év ilyen gyorsan eltelik, és ma már ti vagytok az ünnepeltek a ballogó évfolyam. Legyen ez a nap a tiétek. Pörgessétek vissza az idő keretét, és idézzétek vissza a mai nap történéseit. Gondoljatok a ma reggeli utolsó próbára, a hónapokkal, hetekkel ezelőtt lefoglalt időpontra a kozmetikusnál, a fodrásznál, az utolsó simításokra a varrónőnél és a vágóvált elindulásra. Tegyetek büszkék a szalagra, mely jelképezi egy hosszú út lezárását és egy még hosszabb kezdetét. Élvezzétek ki a mai nap és a mai este minden pillanatát, osztozzatok szüleitek, nagyszüleitek, testvéreitek és barátaitok örömében és boldogságában. Viseljétek örömmel a szalagot, vigyázzatok rám! Kedves diákok! Nem szabad azonban elfelelkeznetek azokról, akik segítsége nélkül ma nem lehetnétek az ünnepeltek között. Kedves szülők, nagyszülők! Most bizonyára sokan ülnek önök közül, könyvelábat szemmel a sorok között, izgatottan keresik fiúkat, lányokat a színpadon, büszkén készítik el a szebb és szebb családi fotókat. Gondolom, többen is visszaforgatták az idő keretét. Hol van már az a totyogó, első lépéseit próbálgató Dóri és Revi, Jenny és Bianca, Bence és Vendel, Szinti és Gina, Petra és Ivett,
milyen is volt kézen fog a menni Gergővel, Bogival és Hannával az első óvodás foglalkozásra, mennyire emlékezetes volt Máté és Dorina első betűvetése és Mariga számtanórája. És alig néztek jobbra és balra, már is elkövetkezett a 8-as ballagás, majd örömmel vették át a felvételi értesítők, mely egy gyermekük a Bolyai diák jelent. És most a mai estén fiatal felnőként, érett nőként és férfiként állnak ők önök előtt, és szereznek az önök számára mérhetetlen boldogságot. Köszönjük mi is tanárok ezt a segítséget. Kedves diákok, engedjétek meg, hogy egy kicsit most hazabeszéljek. Higgyétek el, számomra, mint a Bolyai iskola igazgatója számára is öröm itt lennem, és köszönteni benneteket. Ne feledjétek azonban, hogy szüleitek mellett tanáraitok is komoly munkát végeztek annak érdekében, hogy ma mindannyian itt lehessünk. Gondoljatok osztályfőnökeitekre, akik mint pótszüleitek voltak veletek nap mint nap, egyengedték utatokat és családjaitok tagjává váltak. Gondoljatok szótanáraitokra, akik nagy örömmel, elszántsággal vezette be titeket a matematika, a fizika bonyolult világába, ismertettétek veletek a történelem eseményeit, próbálták elmagyarázni az angol és német nyelv szépségeit, és bár tudom, voltak gondok és problémák, de ugye ma csak a szépre emlékezem. Az út nagy részét megtettük, van okunk ünnepelni. Ami azonban hátra van, az talán az út legnehezebb része. Be kell fejezni az utat, és pedig jó, hogy a kikötőben, ahol vagy mindannyian elköszönünk egymástól, olyan hajóra szálljatok, amely az élet kevésbé zavaros tengerén vezet. Ezen az úton kísérjen el és segítsen titeket mindaz, amit a szalag jelent. Szüleitek és tanáraitok szeretete és mindannyiunk közös reménysége. Ma még köztünk vagytok. Az elkövetkezendő 3,5 hónap még az érettségért történő felkészülés ideje. Viseljétek büszkén a szalagot, tudassátok a világgal, hogy ti a Bolyai iskola végzős diákai vagytok. Útra valahol szóljon egy Bertolt Brecht idézet. Egyszer mindent elér az ember. Azt is, mi most még messze cél. Csak küzd és áldozz, ne csüggedj el. És győzelmed lesz a hősi papír. Köszönöm szépen. A szalagavató ünnepeljünk kicsit rendhagyó, ugyanis ül közöttünk egy szülő, egy kedves anyuka, aki 16 éven keresztül volt a szülői közösség tagja. Mivel nagylánya Bolyaiba jár, és a kisebbik fia is elballag idén, ezért ővele szeptembertől már nem találkozunk. A 16 év alatt 4 éven keresztül vezette a szülői közösséget. Úgy gondoltuk, hogy munkáját megköszönve ő is kapjon most egy ballagó Bolyai szalagot, és kérem fel színpadra Papné Nagy Csillát. Kopka Bianca. Pandur Alex Ferenc. Kopka
Rossz Dániel. Szabó Szabina. Imre Virág. Bernard Zsolt. Tudás Dávid. Bősze Vivian. Szék Vanessa. Polgár Erik Valentin. Balázs Alex. Horváth Kriszta. Sörös Mária Nikolett. László Bence. Vitrén László. Kovács Dorothy. Kis Gina Claudia. Sós Kornél. Szökő Péter. Reizinger Réka. Béi Boglárka. Abraham Dániel. Nemete Árpád Norbert. Banga Bianca. Szabó Nikolett. Cseh Farkas. Gyűrű Vendel. Kaltenekker Jennifer. Kaltes Cynthia Beatrix.
Bab György Megami. Pokovics Péter. Rozsas Regina. Mahek Dorina. Szilágyi Szabolcs. Kis Péter. Hogyan Rebeka Szintén? Holdosi Jennifer. Pataki Ákos. Farkas Krisztián. Pámer Hanna. Szinkolya Georgina. Egyik Erdő István. Valgóci Áron. Csontos Emese. Horváth Petra Evelin. Erdős Patrícia. Fogadj már. Kocsis Norbert. Kovács Jennifer. Thank you.
Zámbó Martin Bendegúz. Vince Dori. Klee Gergely. Thank you.
Just